eredeti 465 milliárdos 75%-os paket eladásához képest kevesebb, mint egynegyed 1%-ra vetített áron sikerült eladni, ami persze kisebbségi paket, de az nem biztos, hogy egy jó vagyonpolitika, hogy drágán venni és olcsón eladni. Ez most egy drága megvétele ennek a paketnek. A másik indok az energiahatékonyság. Mit fog kezdeni a kormány ezek után az energiahatékonysággal? Bele tud-e nézni, bele tud-e folyni a MOL-nak a működésébe? Pár hónapja, hogy itt a parlamentben szóltunk azért, hogy a 400 forintot veri a benzinár, képes lesz-e egy ilyen 25% feletti tulajdoni hányaddal a kormány nem csak szabályozó eszközökkel, hanem tulajdonosi befolyást is érvényesítve úrrá lenne azon a helyzeten, hogy jelenleg a MOL egy menedzsment cég. A részvényeseknek a kontroll lehetősége jelentősen korlátozott. A transzparencia, ha egyes beruházásokat nézzük, nem biztos, hogy kiállná a nemzetközi mércét. Tehát én úgy gondolom, hogy lenne szerepe a magyar államnak, hogy éljen ne csak a 10%-os, hanem a 25%-kal összhangban lévő tulajdonosi befolyásával. Nem látszik az se ebből az előterjesztésből, hogy milyen összefüggései vannak a kormány egyéb gazdaságpolitikai törekvéseivel. Miniszterelnök úr meghirdette, hogy harcban áll az ország az államadóssággal. Lehet, hogy önök leegyeztették az Eurostattal, hogy a tartalék, tehát az IMF hitel tartalékkeretnek a hasznosítása ebben az évben nem növeli a költségvetés hiányát, de azért az államadóságban ez majd 2%-os, 1,9%-os mértéket jelent. Tehát amikor egyik oldalról az ország harcban áll, vagy háborúban áll a adósságállománnyal, mindent ennek rendelnek alá, a Szél Kálmán tervben 900 milliárdos lefaragás, takarékosságot, nem akarom ezt a szót kiejteni, hogy megszorítás, mert ez nem szerepel a Fidesznek a szótárában, de hát ezért ez az előző kormányok idején előszeretettel használták a brutális megszorítás kifejezést. Az elfogadott költségvetésen eszközölt 250 milliárdos zárolás, aminek eredményeként mondjuk nem tartozik az energiaszektorhoz, de színházakba nem tudnak fizetést adni, meg ezer egy példája van, hogy milyen hatása van a 250 milliárdos zárolásnak. E tekintetben egy ilyen jelentős tranzakciónak az indokoltsága jobban körüljárandó. Beszélhetnénk itt a nemzeti vagyon másik elemét, a lakásvagyont érintő kérdésről, amelyről a Gazdasági Bizottság mai ülésén már folytattunk egy kis pengeváltást Rogán elnök úrral, akit most nem látok a patkó soraiban, de remélem, hogy pontosan fogom idézni a vitánkat. Én megemlítettem, hogy ezt az 500 milliárdot meg lehetett volna mozgatni a devizahitel probléma megoldására is. Az is a nemzeti vagyon része, és egy ilyen közvetett bankkonszolidációval esetleg gazdasági élénkítést is lehetett volna elérni. Ennek a vásárlásnak a megtérülése a jelen ismeretek alapján, amit a kormány az országgyűlés előhozott, egyáltalán nem látszik. Osztalékot évek óta nem fizet a MOL, ugyanakkor legújabb hír, hogy egy 1 milliárdos hitelkeretet biztosított magának, tehát újabb akvizíciókban kíván fogni, tehát arra, hogy osztalék ágon a költségvetésnek bármiféle bevétele legyen, ez jelenleg nem látszik. A vagyon, tehát a paket értékét jelentősen befolyásolja, hogy a MOL regionális terjeszkedése mennyire lesz sikeres.
Én nem vagyok benne biztos, hogy nincs összefüggésbe a paket megvásárlásával, hogy Zágráb ennyire felbátorodott, és hogy mondjam, hogy ne okozzak piaci veszteséget senkinek, különösen a MOL-nak le. Tehát az INA-ban elfoglalt pozíciói a jelenleg prognosztizálhatók szerint nem biztos, hogy erősödni tudnak. Én is osztom azt a nemzeti célt, hogy jó lenne, hogyha erősödne. Tehát jó lenne az Magyarországnak, hogyha a MOL regionális pozíciói erősödnének, de valahogy most ez a déli ágon nem látszik biztosítottnak, és ezt ez a paketvásárlás továbbra sem segíti. Tehát ami a problémánk ezzel a vásárlással, az a környezete, az időzítése, és mind az energiapolitikába, mind a költségvetési politikával való összhangjának a konzisztencia hiánya. Én tudom, hogy helyes az a stratégiai cél, hogy az állam elsősorban az árbefolyásoló képességét kívánja erősíteni, de hogyha ez nem piaci eszközökkel történik, hanem adminisztratív eszközökkel, az súlyos gondokhoz vezethet. Tapasztaltuk már ezt az első Orbán kormány idején, amikor adminisztratív eszközökkel próbálták a gázárat befolyásolni, és az lett a vége, hogy a MOL-nak a gázüzletága tönkrement, és jelentősen megsínylette a MOL-nak a egésze. Tehát ha nem a tulajdonosi befolyáson keresztül, nem a MOL működésének hatékonyságán keresztül, nem a költségcsökkentésen keresztül kívánja elérni a kormány, hogy Magyarországon az üzemanyagárak kedvezőbbek legyenek a fogyasztók számára, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy átmenetileg lehet, hogy adminisztratív eszközökkel le tudja szorítani az árakat, de ez valahol valamikor vissza fog ütni, lehet, hogy pont a MOL részvények értékén keresztül, ami jelen esetben már közvetlen egynegyed részben a magyar államot is érinteni fogja. Egyetlen előterjesztés keretében nem lehet megvitatni egy teljes energia. Hogy egyébként az a pénz, amelyet lehívtak, az egy, szabadon felhasználható, másrészt pedig például a Nemzeti Bank elmúlt évi veszteségéhez nagyban hozzájárult az, hogy 3,6-3,8%-os kamatra kaptuk ezt a pénzt, és 0,4%-os kamatra van jelen pillanatban befektetve, ugye ez az államadósság, ez a valutatartalék, amelyet föl lehet használni, illetve jelen pillanatban valutatartalékként van nyilvántartva. Tehát úgy lát, vagy teljesen egyértelmű, hogy ha ez a pénz rendelkezésre állt, már pedig szabadon felhasználható volt az IMF-fel kötött megállapodás után alapján a lehívás után, ezért ebből a pénzből igenis meg lehetett valósítani ezt az ügyletet, és reméljük, hogy itt a parlamentben is támogatást fog ez az ügylet kapni. És miért pont most a kérdés második része, vagy a válasz második része? Hát azért, tisztelt képviselőtársaim, mert hogyha például ma megnézik az árakat, akkor azt lehet látni, hogy a MOL ma 22-23 ezer forint körüli áron mozgott, de például április 7-én az elmúlt 52 hétben volt a legmagasabb az árfolyam, 25.715 forint volt a MOL ára. Tehát minél hamarabb tető alá lehet hozni ezt az üzletet, annál jobb, és természetesen bízunk abban, hogy ez a részvény árfolyam, ez továbbra is növekedni fog, és ezzel pedig egyértelműen az állami vagyont lehet gyarapítani. És megint csak odautalok vissza, hogyha esetleg a cég mérlegbeszámolóját előveszik, vagy urambocsán fölmennek az internet adott honlapjára, és megnézik a számokat, akkor azt láthatják, hogy a MOL igen tisztességes eredményt produkált az elmúlt években, való igaz, eredménytartalékban van ez a pénz,
Tisztelt képviselőtársam, 100 milliárd forintot meghaladó eredményeket produkált az elmúlt években a MOL. 2009-ben csak az anyavállalat 116 milliárdot, 2010-ben pedig 177,6 milliárd forintot produkált. Én úgy gondolom, hogy ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy egy igen jól fejlődő stratégiai cég, amelyet a menedzsment is ki lehet jelenteni, hogy jól vezet, és a magyar államnak pedig pontosan az energiabiztonság, és adott esetben reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de ha úgy hozná a sors, stratégiai döntéseket is lehet hozni a MOL gazdálkodását, fejlesztését, terjeszkedését, energiaellátási törekvéseit illetően, az pedig egyértelműen a hazai érdekeket szolgálja. És akkor beszéljünk nyíltan és nyugodtan arról, hogy igen, egy ilyen eredményes cég, reméljük, hogy hosszabb távon szép osztalékot is fog fizetni, amely miatt szintén megéri tulajdonosnak lenni, de hát elvileg önöknek ezt tudni kellene. Gondolom, hogy tudják is, csak valahogy most nem véletlenül nem szóltak erről. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, végre ki lehet alakítani Közép-Európában egy meghatározó energetikai vállalatot, amelynek a gerincét a MOL adja a leányvállalataival együtt, és úgy gondolom, hogy Magyarországnak különösen érdeke az, hogyha a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat egy ilyen cégre is tudjuk építeni. Tehát én nagy tisztelettel arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák meg ezt a javaslatot. Végre egyszer eljött az az idő, amikor a magyar állam nem elad, hanem vásárol, ráadásul stratégiai cégben vásárol. Köszönöm szépen a figyelmet. Balczó Zoltán képviselő úr, alelnök úr, következik Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr, hadd kezdjem két félig meddig formai kérdéssel. Ha május 24-én sikerült aláírni ezt a szerződést, talán jobb lett volna, ha június 10-e előtt sikerült benyújtani, mert akkor ebben az esetben nem, a mai napon kerül sor a bizottságülésre is, és azt követően a plenáris ülésen való megtárgyalásra. A másik az, hogy miniszter úr nagyon világosan és korrektül mondta, hogy itt nem arról van szó indoklásban, hogy a kormány a fontosság miatt indokoltnak tekinti az országgyűlés tájékoztatását. A döntést az országgyűlés fogja meghozni, ahogy miniszter úr említette, a szerződés feltételében is szerepel ennek a határozatnak az elfogadása, amit most tárgyalunk. Szeretnék két állítást tenni, és úgy kíváncsi lennék, hogy melyikre mondják, hogy igaz a kettő közül, vagy melyikre nem. Az első állítás, a MOL a Magyar Nemzeti Olajtársaság. A második állítás, az ÖMV, az Osztrák Nemzeti Olajtársaság. A két állítással hogy állunk? Mind a kettő igaz, egyik se, vagy csak az egyik? Nagyon sokat használtuk, a médiában hallottam, a MOL a Magyar Nemzeti Olajtársaság. Ha átmegyünk Erdélybe, igen, jó volt látni a megszokott MOL kutat, meg a piros-fehér-zöldet. De milyen a tulajdonosi összetétel? 82%-nyi külföldi tulajdon van jelenleg a MOL részvénytársaságban. Közösségi állami tulajdon az MFV Invest ZRT-nek 1,2%, sőt, a további magyar tulajdonnál is őszintén szóval tovább nem számoltam, hogy az OTP Bank NRT-ben mennyi a külföldi tulajdon. Tehát azért így ez az állítás büszkén, hogy a MOL volt eddig a Magyar Nemzeti Olajtársaság, messze nem úgy igaz, mint az ÖNV-re, ahol nem hogy osztrák tulajdon, hanem az osztrák állami tulajdon meghatározó, részben közvetlenül, részben bizonyos arab országon keresztül, de ez már részletkérdés, tehát szögezzük le, hogy eddig mi ezt igazából így nem mondhattuk el. De miért alakult ki ez a helyzet? Nyilván a 90-es évekre mehetünk vissza, amikor a rendszerváltás után a liberalizáció, a privatizáció, a dereguláció háromszöge, pünkösd után nem akarok más profánabb, de találó kifejezést használni, volt dogmatikus szinten a meghatározó. Hát így került sor 95-ben az energetikai szektor privatizációjára, azzal a felkiáltással, hogy az állam rossz gazda. Nem az volt, hogy a szocialista állam sok területen rossz gazdának bizonyult, hanem az egészet dobra kell verni, mert az állam rossz gazda,
És mit ad Isten? Jött az Electricité de France, az EDF, akkor 100% állami tulajdonú, aztán megvette az Észak-Dunántúli áramszolgáltatót, mert olyan rossz gazda, hogy még külföldön is terjeszkedik, tehát egy hibás, dogmatikus döntések eredményezték a stratégiai nemzeti vagyonnak a kiárusítását. Józsa képviselő úrnak igaza van abban, hogy egy kormány csak akkor adhatta el az állami vagyont, ami nevesítve volt, állam stratégiai vagyon milyen százalékban, ha azt az országgyűlés felszabadította, és valóban annak idején mi éppes képviselőként tiltakoztunk az ellen, hogy a Fidesz kisgazda MDF többség a lehetséges 25%-ról nullára csökkentette a MOL-ban az állami részesedést, de azért azt meg tegyük hozzá, hogy jött egy miniszterváltás, és Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette ki, gazdasági miniszterváltás is volt, hogy az államnak nem csak szabályzó szerepekkel, hanem tulajdonosi részvétellel is a stratégiai szektorban részt kell venni, és nem adta el, tehát ez végül, ez az eladás azért akárhogy nézzük, mégiscsak az MSZP-SZDSZ kormány alatt született meg. A Jobbik mindenkori programjában szerepelt a nemzeti stratégiai vagyon minél hamarabbi visszaszerzése, tehát természetes, hogy ezt a javaslatot támogatni fogjuk. Egyébként a magyar-orosz kapcsolatok fontossága, a miniszter úr említette, hogy ennek a helyretétele, konszolidálása is ehhez hozzátartozik, és amikor az ember a sajtóban olvassa, hogy no, vajon ehhez, hogy ez ilyen sikeresen megoldódott, kellett-e valami háttér megállapodás? Nyilván a válasz az, hogy nem. Ugyanakkor én azt mondom, ha úgy alakulna, hogy Paks bővítése során adott esetben orosz befektető jön, figyelembe véve a Paks eredeti orosz konstrukcióját, én nem hiszem, hogy ez ennyire adott esetben negatív lenne. És hallunk az MVM lehetséges szerepéről is. Sajnálom, hogy múltkor egy energetikai javaslat ilyen utolsó pillanatban záró módosítóként jött be, mert szinte áttekinteni sem lehetett, de abból is az rajzolódik ki, hogy mintha a Fidesz kormány most akarja megvalósítani a 98-as program 8. pontját a Nemzeti Energetikai Társaság létrehozására, és amennyiben az MVM-nek valahogy ebben a részvénytulajdonlásban szerepült és megerősödik, a Jobbik ezt helyesnek tartja, mert valóban ez egy stratégiai fontosságú ügy, és hogy egy ilyen erős cég létrejöjjön állami tulajdonlásra, helyesnek tartjuk. Néhány szót arról, hogy az oroszokkal hogy állunk meg az orosz kapcsolat? Ugye egy kettőség, hogy nyilván nem szerettük volna, hogyha a MOL-ban ilyen mértékű közvetlen részesedése van az orosz társaságnak. Ugyanakkor, ha sikerült úgy megoldani, hogy ezek szerint a kapcsolat kiegyensúlyozott, ez nagyon fontos, mert hát azért vegyük tudomásul, hogy kell diverzifikáció forrásban, útvonalban, de Európában az a realitás, hogy az orosz energetikai háttérről, forrásról nem lehet lemondani. Én az Európai Parlamentben 10 hónapot működtem, egyedüli magyarként sikerült bejutnom a legfontosabb az energetikai bizottságban, sikerült pótanként bejutnom, mert mindenki az orosz EU parlamenti delegációba akart bejutni, és jellemző módon energetikai bizottság elnöke német volt, német maradt, az orosz EU kapcsolatok elnöke német volt, az energetikai biztos német volt, tehát nem holmi egyéb furcsa ideológiai alapon, nagyon tisztában vannak azzal, hogy ez a kapcsolat stratégiai fontosságú, és ezt nekünk is figyelembe kell venni. Még hadd tegyem hozzá, talán nem annyira oldalág, hogy itt van ez a Nabucco projekt, ami persze megint egy újabb lehetőség, ha megvalósul, csak azért vegyük azt figyelembe, hogy azért azok a Üzbegisztán, Türkmenisztán környéki volt szovjet szocialista köztársaságok gázlelőhelyei, hogy azok mennyiben lesznek függetlenek, és mennyiben vásárolja föl Oroszország. A Nabucco-ra Putyin elnök a következőt mondta annak idején: mindenki annyi rozsdás vas csövet fektetve a földbe, amennyit akar, csak tudjon bele gázt tölteni. Tehát én nem lemondani akarok erről a
nehezen alakuló Nabucco vezetékről, de tudomásul kell venni még egyszer, hogy ez az európai realitás, hogy az orosz energetikai forrásokról lemondani nem lehet, és azt is jól tudjuk, hogy az üzletben nem csak magántársaságok között, hanem országok között is a jó kapcsolatra szükség van, és hagyd mondjam el, hogy én örülök, hogy sikerül ezt helyrehozni, mert bizony, Orbán Viktor ellenzéki pártvezérként, amielőtt Amerikába kiutazott, ott voltam, október 23-án mondott egy beszédet, ami arról szólt, hogy minden rossz keletről érkezett ebbe az országba. Bizony ezt mondta. És utána, amikor kialakult az a grúz-oszét konfliktus, amit az Európai Parlament által felkért bizottság is annyit megállapított, hogy egyértelműen a konfliktus kirobbantásáért Grúziát terheli a felelősség, bizony Orbán Viktor rendkívül erőteljesen állt arra az oldalra, 56-ot hozva föl példának, hogy szegény Grúziával mi történt, ami odáig fajult, hogy diplomáciával szokatlan módon kellett az orosz nagykövetnek ebben élesen megnyilatkozni. Tehát ezek után én igen örülök annak, hogy Oroszország irányába ez az üzlet is azt jelzi, hogy valamilyen módon sikerült a kapcsolatokat valahogy konszolidálni, mert nem csak az energetikai területen, hanem adott esetben a magyar élelmiszeripar számára megnyíló piacok miatt is ez a kapcsolat rendkívül fontos. És nyilván mi itt most nem a MSZP-vel kell, hogy vitázzunk, hanem a saját magunk véleményét mondani erről és a támogatásunkat, de valahogy mégis egy kicsit úgy érzem, mintha olyan savanyú szőlő lenne, hogy tulajdonképpen elfogadjuk, hogy ez a cél jó, de hogy a csodába sikerült megvalósítani, miért 40%-kal drágábban vesszük, mint ahogy a Surgut Neftegáz vette, hát nyilvánvalóan hát az eladó most azon az áron adja, nem amit valamikor megvette, az, hogy ennyit emelkedett, ez pont azt jelzi, hogy egy profitábilis cégről van szó, amely esetében nyilvánvalóan a stratégiai fontosságú jelenléten túl a magyar állam természetesen nyereséghez is juthat, tehát én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben egy ilyen kettőséget érzek, hogy tulajdonképpen a cél jó, de mégse támogatjuk, mert nem egészen vagyunk tisztában, hogy hogyan is tudták végül is ezt tető alá hozni. Úgyhogy a Jobbik részéről azt tudom mondani, hogy természetesen a energetikai szektorban, stratégiai ágazatban történő ezt az állami tulajdonszerzést támogatjuk. Köszönöm szépen! Következik Jávor Benedek képviselő úr, LMP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, előjáróban